A munkaerőpiaci igényekhez igazodnak a középiskolák, a magyar tannyelvű képzések palettája nem olyan széles, mint a román tannyelvűeké, de ennek ellenére vannak olyan sikerszakaszok, amelyeken kihívást jelent tartani a lépést a munkaerőpiacon történő változásokkal. Ezen a térképen a 2015-2016-os tanévben indított magyar tannyelvű 9 matematika-informatika osztályok száma látható megyénként. Az osztályok és az egyes megyék diák létszáma nem feltétlenül arányos. Az élmezőnyben nem meglepő módon a legnagyobb magyar népességgel rendelkező megyék tartoznak. Maros megyében évről évre nagyobb az igény erre a szakra, amit felismert a Bójai Farkas Elméleti Liceum vezetőség. Jogosan feltetjük a kérdést, hogy miért volt szükség erre a változtatásra. Hát nem azért, mert az iskolai a vezetőség megváltozott, hanem azért, mert a piackutatás szerint azt vettük észre, hogy igenis igény van a továbbiakban az informatikusokra, a programozókra, és ilyen irányban próbáltuk megteremteni a feltételt a diákoknak. A Szapiencia MT informatika szakán differenciált képzés folyik, így azok is felzárkózhatnak, akik nem emelt szinten tanultak matematikát vagy informatikát a középiskolában, mondja Kupán Pál. De jó hír számukra, hogy több matematika-informatikát tanuló diák végez majd a középiskolákban. Úgy nekünk jó, mint nekik, hiszen az IT-szektorban nagy szükség van szakemberekre, tehát ők már érettségi kor el tudnának helyezkedni, mint informatikusok. Természetesen az ambíciósabbja tovább képezheti magát, például nálunk, de nem csak, és az igazság az, hogy az legjobb diákjaink a matematika-informatika osztályukból jönnek. A következő tanévben a szapienciára is több diák felvételizhet informatika szakra, hiszen a neves középiskolával párhuzamosan a felsőoktatási intézmény is válaszol a megnövekedett IT-s keresletre. Ennél a Marosvásárhelyi szoftverfejlesztő cégnél nem ritka a munkaerő hiány. Már most akár több informatikust is alkalmaznának, mondja Gál Attila. De ezzel a legtöbb cég így van tapasztalható a munkaerőhiány munkaerő a helyi piacon. Nagyon fontos, hogyha a diákok tanulnak már licibe, illetve középiskolába az informatikáról és a programozásról. Számunkra nem lenne egy hátrány egy olyan illető számára az alkalmazásnál, hogyha nem végzett egyetemet. Ez inkább az illető számára hátrány, mivel hogy nincs adomentesítve, ahogy leírja ezt a Románia törvénye az informatikusok számára. Romániában megközelítőleg 65 ezer informatikus dolgozik. A dinamikusan fejlődő ágazatra folyamatos munkaerőhiány jellemző. A legfejlettebb régiók az egyetemi csomópontoknál vannak. Erdélyben Temes, Brassó és Kolozs megye tartozik ide.